Közlekedési miniszterként és a Közlekedés Tudományi Egyesület elnökeként lehetőséget kaptam, hogy a Fejlesztési Minisztérium, itt a jelenlegi kormány közlekedés felügyelettel és szervezéssel megbízott tárca egyik embereként szólhassak Önökhöz. Hölgyeim és Uraim, a mobilitás 2014 jelentősége megítélésünk szerint több szempontból is túlmutat azon a tényen, hogy létrejön egy programokban és látnivalókban bővelkedő autókiállítás. Egyfelől annak az újabb bizonyítékát látjuk ebben, hogy az ország egyre inkább magára talál gazdasági értelemben, de leginkább az egészséges vállalkozói szellem tekintetében. Másfelől a mobilitás rendezvény arról is tanúskodik, hogy az autószakma is új lendületet vett, a válság esztendei után meg tudja mutatni, hogy egy üzletág szereplői, mik a jó részt konkurensei is egymásnak, a közös ügy érdekében képesek összefogni, hogy felmutassák a jelen, a jövő autógyártásnak leginkább figyelemre méltó teljesítményeit. Emögött az új lendület mögött a piac biztatását is érzékelem, hiszen az elmúlt bő egy évben az új gépjárművek értékesítése terén folyamatos és kiegyensúlyozott növekedést tapasztalunk. A radikális áttörés még várat magára, de már látható, hogy a devizahitelek és a túltelített piac éveken át elhúzódó pangás, hála az Istennek és az Önök munkájának befejeződött. Az elmúlt évek kormányzati gazdaságpolitikája ebben az iparágban is erőteljesen érezteti hatását. A növekvő fogyasztói igények bővülő vásárlóerőről tanúskodnak, amely annak köszönhető, hogy Magyarország képes volt túljutni a gazdasági holdponton és növekedési pályára állt. A magyar családok és vállalkozások előtt kibővült lehetőségek megnövelték az igényt az új autók vásárlása iránt is. Egyre többen gondolhatnak arra, hogy elavult, nagyfogyasztású, esetleg a család számára már szűkös gépjárműveiket leseréljék. Ezt az újjáéledő bizalmat hivatott kiszolgálni a most megnyíló autókiállítás és vásár, amelyet családi autókereskedések, tehát nem a nagy külföldi gyárak, hanem Önök, családjuk és alkalmazottai számára tisztes megélhetést teremtő magyar kereskedők hoztak létre. Különösen fontosnak tartom, hogy a kínálatban az alternatív energiát használó, így az elektromos gépjárművek is helyet kaptak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a közlekedésért felelős tárca komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy előmozdítsa a fenntartható mobilitás ügyét. Teszi ezt a közösségi közlekedés, a tömegközlekedés újjászervezésével, a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, vagy éppen a környezettudatos közlekedésre buzdító szemléletformáló programokkal. Az élhető városi környezet kialakítása, és így a közlekedés megszervezése szempontjából is kulcskérdés, hogy hogyan csökkenthetjük a hagyományos üzemi közlekedési eszközök környezeti terhelését. E téren a közeljövő nagy áttörését éppen az elektromos autók jelenthetik. Ma még csak néhány első fecskéjét látjuk, hamarosan azonban reményeink szerint ugyanúgy a mindennapi élet részévé válik az elektromos meghajtású autók használata, mint ahogy a vasút esetében is a 30-as évek elején megkezdődött, és a 60-as évektől tömegessé vált a villamosítás. A kormány ezt felismerve kezdeményezte a Jedlik-Ányos terv megalkotását, amelynek egyik elsődleges célkitűzése, hogy támogassa az elektromos hajtású közlekedés elterjedését Magyarországon. Kifejezett célunk, hogy Magyarország vezető szerepet töltsön be az elektromobilitás terjesztésében a közép-európai régióban. E cél előmozdításában szerepet játszanak a mobilitás 2014-hez hasonló rendezvények is, hiszen ki tudja, talán éppen az itt bemutatott elektromos meghajtású autók valamelyike kelti fel a látogatók bizalmát az új környezetbarát technológia iránt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bízom benne,
hogy a rendezvény az egyre erősödő magyar autókereskedések számára egy új felívelő korszak kezdetét jelenti. Sikert kívánok a kezdeményezéshez abban a reményben, hogy tovább javul a gépkocsi kereskedelm már most is reménykeltő helyzete, és évről évre jobb, fejlettebb, innovatívabb és fenntarthatóbb autókat tudnak majd megismertetni közönségükkel a hazai autókereskedők. A rendezvény látogatók számára pedig hasznos, információkba gazdag és szórakoztató időtöltést kívánok itt a Mobilitás 2014 autókiállítás és vásáron. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A következő percben újabb államtitkár tisztelt meg minket, akinek a szavait hallhatjuk. Comba Sándor, szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkár az autóipari szakképzés helyzetéről.